Na, hello, hello! Sziasztok! Szia Andris, szia Tibi! Sziasztok! Sziasztok! Na, elérkeztünk a következő fordulóhoz, ami a holland és Monza, jól mondom? Monza lesz, igaz? Az olasz, igen. Az olasz nagydíj. Úgyhogy egyelőre nézzük is meg, hogyan s mint állunk. Habár még jelenleg most csak ügyünk. Pont versenyben. Így a belga nagy díj után 307 ponttal megyek elő kivételesen. 297-tel Bandi, 176-tal Tibi, 134-el Alonso, és 112-vel Verstappen, és a többiek Tsunoda, Hamilton, Vettel, Bottas, Norris, Gasly, Russell, Ocon és a többiek. Így áll most jelenleg a futam. Szia Tibi a cseten. Úgyhogy kezdjük is a holland nagy díjjal. Igen? A két Mercedes kiütötte egymást rajta. Most van a futam is. Most van a futam is, igen, mondta Andris, hogy... Nagyon király. Hát ez van. Hát figyelj már most, innestől kezdve. No panic. Most sikeresen ezt hozta megint a Merci. Ügyesek voltak. Igen. Kár érte. Kiváló ügynök volt. Erre csak ennyit tudok mondani, ne haragudjatok. Szia Solya, hello bello. Na, Sainz is meghibásodott, és kiesett. Szia Solya, szia Zulu is. Hello, hello. Hello, sziasztok. Hello, hello. Ó, már egy Red Bull meg is előzött, és kimentett. Nem, nem én voltam. Nem te voltál. Nem én voltam. Azt hiszi Zuli is itt, vagy üzem Zulut is. Oké. Okay. Na, nem mondod ő is, az a szírabja lett? Azt mit akartam? Egy lolcetapot berakni. Ez nem egyszerű a pálya. Elvesztettük egy időre, azt mondod. Hát Zolika, Hamilton, ha valaki meg baj, az csak a kedvelőinek, tehát a rajongóinak egyébként igazat adok neked. Olyan sok vizet nem zavart. Solya.
Ennyit erről. Köszönjük, hogy itt volt. Jelenlétével emelte a nap fénypontját, hangulatát, igaz? Amúgy is a többiek voltak a hibásak, mert minek voltak a pályán? Végül is igen, csak útba voltak, így zavarták szerencsétlent. Na szép. És egy Tiplos Altori Bergerrel. Andris a pálya szélére elparkolta a lovacskáját. Hoppá. Nem szabad tévét nézni a vezetés közben. Ennyi? ne nézzél Forma 1-et, Forma 1-es vezetés közben. Tudod ez a... Én vezettem, azt mondd meg, én vezettem! Nyomja akkor egy escape-et, aztán kész, nem? De az azért, hogy gyorsabb köröm voltam, mint előbb, aztán mondom, akkor elmegyek még egyre, de elrontottam. Rámentem a rázókörre. A rázókör az keresztbe vágott. Aha, egy drift. De, tehát, hogy kanyarodtam és nem kanyarodik az autó. Igen. Hát, mert a rázókövön voltál felakadva, rázókő, azon mentél. Nem? Igen, a rázókő volt közép, azt közölted. Azért nem akart kanyarodni. Most már így jó lesz. Csak még azért 90 fokos segítedett volna neked rajta. Ja, meg ott elindulni, az kegyetlen szar. De csak itt előttem. Az igen. Van divert rá majdnem 3 másodpercet. Az szép. És olyan is itt írja, hogy hívják oda, hogy milyen sportember ez motorral viszik, mondanám neki, hogy elindjél, szaladj haza a boxba, tudod? Persze, így van, lényes, hello, hello. Nem rossz időt mentem az AIK-hoz képest. 1,9-en. Az jó akkor. Azért majd még kimegyek. Feltartottak. Már most hogy hívják? Úgyhogy... Hát de az 1,12 az elérhetetlen. Nem elérhetetlen, hogy gyorsabb. Nekem elérhetetlen, akkor úgy mondom. Miki is sem voltam. Kitisztult már a pálya. Igen. Még én is még most jöttem ki. Azért vannak ott többséggel. Remélhetőleg ott már kijönnek majd. Hát én is abban reménykedek. Úgyhogy... Kicsit lassabbra is veszük itt a sztorit.
neked egy 1.19-eset futnom. Szép volt. Rámentem a rázókőre, azt már dobott keresztbe. Engem is, meg pedig nagyon jó kört ment, basszus. Na, szuper. Így dobott el téged is a célegyenes előtti? Hát a célegyenes után. Ja, után. Én meg előtt. Rámentem a rázóra, azt fordultam keresztbe. Én ott, ahogy van az a visszafordító rész, ott, ahogy mentem, ott dobott. 7 tizeddel jobb volt az időm. Egy 15, ez közel jöttem volna, tehát hogy lehet, hogy picit talán. Na mindegy. Hello, szia Viktor! Szia, szia! Hajrá, egyik győzön a másik! Úgy, úgy! Úgy van, szia Viktor! Én meg legyek a harmadik. Annyi. Na. Miattam sárgáztak, ez jó. Thank you.
Fogadjunk, hogy közben tévézel. Bandi. Nem. Egyszerűen nem tudom mi van. Nem is érdekel, ha levél van ebből a szar. Hát nem lehet irányítani. Na, megvan a sorrend. Így, azt Cunada aztán hozott rendesen. Igen, az utolsó körbe, utolsó mért körébe futott be ennyire. Nagyon durva. Igen, igen. Deszke volt. Majd fog löktösödni biztos. Ja. Az biztos. Utána ezt is érdemes közepesen videón kezdeni? Én szerintem ez már bevált, majd így elcsort Bandittal ezt a taktikát. Jó. Oké. Okay. Oké, én meg vagyok. Én is. Na hajrá. Hajrá, hajrá. Nézd meg, bazd meg, bejön belülre. Beszokta fel a dél. De olyan helyen jön be, hogy ki is pörget, anyamorég. Szép.
És ő miért nem kap ezért három szekket, vagy bármi egyebet? Hát igen, igen, ezt sokszor beszéltük már, hogy ők nem kapnak valamiért. Az meg és ez is megpörget. Mint ha ott se lennék. Ilyen a mesében nincsen, hogy ott vagyok mellette, az bepörget. Két másodperccel mentél, van jobb időt az első körben. Egy körön. Az igen. Szép. Az szép versenyen van. Ez jobb volt, mint az én időmérő. Legyőzted őket? Le. Hát gyalogoltál rajtuk, mi? Hát. Between you and the car behind is increasing by a significant amount each lap. Good job.
meg is dicsértek érte. Ez jó. Csak ott véleményre mindig számít. Ugye? Még ha idegesítő is. Szóval. Köszi. Na itt estem el. Itt mentem rá túlságosan, ahogy hívják, azt a polucáltam, amit pecsató. És hát átcsúsztam inkább a másik oldalon a paláknak, de még szerencsém menet irányjal megegyezőleg, úgyhogy ezt a kanyart a több irányból is elbaktam. De azt a kanyart csak jó irány, hogy hívják, hogy sem is el lehet tolni. Mert jó, mert hogy ha túl szűken fordulsz, akkor kint tudsz maradni szélen, és akkor nagy íbe tudod venni, és akkor ott duplán is tudsz előzni, az annyiból jó az a kanyar. Igen, igen. Na szép. Begyújtottad a kártyádat? Igen, idegből. Hova tűnsz volna? Sehol nem látom. Eltűnt? El. Oda lehet szúni? Igen, Norrisszal mögöttem, meg Magnussen. Hát mert szúnod az engem lökött ki. Szerintem. Uh-huh. Az elsőnek, ő vele, hogy hívják voltam. Ő harcoskodott vele.
igen, ő miatt álltam bele a palánkba, utána meg... Nem is tudom ki volt, aztán Latifivel a végéről indultunk tovább. Uh-huh. Ja, pasó! Hú, nagyon szépen köszönöm a 22. havit! Köszi, köszi, jaj! Köszönöm szépen, Csoki, neked is! Igen, eszi, ahogy hívják ott a dolgokat. Hoppá! Most egy pillanatra elgondolkodtam, mit keres itt Latifi. Azt rájöttem, hogy ez a 22-es. Igen. Wow! Szia, Peti! Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a donétet. Köszönöm szépen. Mizúság. Na, ráfügtél a 23-asra? Hát, na, az jó. Na, és miért vettél tegnap? Bocsánat, csak hogy itt két részletbe tudtam elolvasni a hozzászólást. Maradsz, nyugszik. Most mondom, bazd meg. Itt megy előttem, Andris! Egyszerre ment a kiboxba.
igen, egy körön. A hungorocered most én voltam. Ácsó visszafordító, ne. Sorry. Szerintem ez az 50-es volt. Úgyse nézem, nekem mindegy. Ja, oké. Akkor megnyugodtam. G923-at vettél? Húha. Oké, szuper, nem Xboxos, az a lényeg. Igen, beszéltünk róla, jajaja, hogy... Igen, Zolika, neked is pont ugyanolyan ott van, jaja.
distance between yourself and the car behind. Okay. Szép volt, gratulak! Hú, későn fékeztem, de haragudj, Andris, nem akartam. Semmi. Ja, az ottan... Pedig le is csúsztam az ívval, azért a hülye miatt van véget. Aha. Nem tudom, most már valamit el kéne követni ezzel a AI-os izével, tehát nagyon irritáló, hogy nem engednek el, keresztbe vágnak előtted, kipördítenek, hihetetlen. Hát azt látod, hogy nekem is mit műveltek az enyémmel, úgyhogy... Hihetek, én hozzá lehet van, aztán... Akkor biztosan lesz problémánk velük. Jó, akkor elő lesznek. Kapunk tőlük három kört, két körön. Aha, szóval annyira nem feszíti, mert közben visszaolvasom majd a dolgokat. Igen, csak ennek szűrtem csürköt hozzá, szokásos kék-fehér színbe. Aha, azt mondja, hogy akcióban is volt, mert ott elnéztem, akkor ó, az szép, akkor jó drága ára van. Azt mondja, kitettem ki, mert stécén. Nem, nem az alapja. Lényeg, hanem hogy működik. PC-s, jaja. Na, a három zászló, de csak ott volt. Igen, igen. Így a végére, közben végig olvastam már itt a... Ami Petiék írtak, gyírusgattak. Úgyhogy használ egészséggel és sok... Sok jót hoz be az a kormányhoz. És akkor következik az olasz Monza. Hogy áll a verseny, Bandi? Hát Verstappen vezet, mögötte Russell már 23 másodpercre, aztán Perez, mögöttük 7 másodpercre. De Russell és Perez még nem volt kint, illetve volt már kint, de a második kint az még nem volt. Aztán a két McLaren Albonnal, a többiek még szerintem másik pályán versenyeznek már, mert annyira le vannak maradva. Lehet, hogy átmentek a go-kart pályára? Könnyen lehet. Ugye a gumi problémák véget, ha bár nem tették kötelezővé a három kiállást, azt kötelezővé tették, hogy hány kört lehet menni egy keverékkel, azaz 18. Milyen vicces, hogy pont háromszor kell kiállni. Mert 18, 36 és 54 lenne izé a kör, és 57 körös. Szóval ráadásul azokat használják, amiket már használtak, úgyhogy van olyan gumibe, amiben van már kör, tehát még kevesebbet is kell használniuk. Úgyhogy a FA hozza a formáját. Szokás szerint. Ja, hát meg tegnap azért sprintfutam volt, vagy nem? Nem jól tudom. Ja, sprintfutam volt tegnap. Igen, igen. Peti van berakva assziszt. Azt mondja, hogy melyik van berakva? Kipörgésgátló. Igen, muszáj, mert én hátráltak nem nagyon a többieket. Ők tudnak vezetni, én meg nem. Ja, az van berakva, meg... Én nem tudom, te most a overtake-et, meg ezeket most gombról nyomod? Vagy automatára visszaraktad? Én automatára visszaraktam. Meg igazából az, meg a boxos
kiállásos résznél, meg a DRS az ami igazából be van kapcsolva, hogy ne kelljen még arra is figyelni. Egyed a box, amikor menjünk kifele, akkor meg kell nyomni egy gombot, nekem például úgy van beállítva, nekem a fék az le van véve nullára, tehát nem, majd én akkor fékezek, meg úgy megyek be a kanyarba, ahol én akarok. Úgyhogy nekem úgy van beállítva az assziszt. Ja, meg hát annyi, hogy a kanyarívet mutassa, hogy hol az ideális a bemenete. Így van, így van. Ha nekem is most, ez elég sokat gyakoroltam. És az a röhely, hogy olyan sokat javult a vezetés se az autónak, mióta más kormánnyal versenyzek, hogy például a rázókövön, ahol már Logitechnél például már eldobott a picsába, ott például itt meg tudom fogni és tudok rajta menni. Tehát, és mikor Robin itt volt nálam, és akkor tesztelte a kormányt, és nézte, hogy úristen, az itt már Logitech-en már rég elszállt volna, mint a kacsató. Hát mondom, tudom, de itt tudsz rajta menni. Úgyhogy tudok olyan ideális ívem is menni, amit például más kormánnyal nem tudsz. Csak az ilyen direkt drive-osokkal lehet menni. Akkor nézzük, hogy mi a stájsz. Nézzünk egy setupot. Először is még el nem felejtjük az elején. Így van, nem létező éveket használok. Így van, vannak olyanok, amikre nem lehet rámenni. Mint például itt ezeknél is, hogy itt eldobna a francba. Hát az ászló szabály be kellett volna rakni, Andris, nem? Erősebbre. Vagy az nem jelentett volna semmit? De. Kösz, Bandi. Végre ott vigyorgott fönn a neve. Egyébként megrad szép volt. Szép volt. Azért az komoly, nem? Ki az, Bottas? Teli gázzal. Még egyszer. Na. Szép volt. Csak nem eltévedt tovább. Beugrik a sörért a kisboltba, a kisvegyesbe. Ja. Most lehet, hogy a futamra a kiskapukat megnyitja. Ja, hogy ne essen ott egyenesen. Ugye? A pályának új arculatot ad.
Hát nem lehet ottan slalomozni ezek a méteres autókkal. Tök hülyén van kitalálva. Régen simán betonfal volt ottan, aztán ha valaki elrontotta, akkor... Puff. Ijjé, frígyárt. Megint 2,1-et kaptam valamit, az... korrekt. Cunda megkapott 2,7-et tőlem. Ez is nagyon jó. Jól állunk. Ja, tudtam menni egy tiszta kört a... másodszorra, mert az első nyitvő tartottam. És mikor Andis ott kiment és csinálta ott, ahogy hívják ott a pályaszélesítést, és én elfelejtettem berakni, hogy nekem már van itt egy újfajta hang. Mennyire vagy túsz? Sörhöd odafér? Na mindegy. Na menjünk akkor. Keressük ezt a pályát. Jó ez a pálya. Igen. Az előző is. Jó volt, hogy itt szeretném. Igen, csak az alig hülyék. De arról nem mitehetünk. Az utolsó vizére fölrakjuk akkor maxra őket, jó? Az utolsó futamra? Igen. De az dupla futam. Hát dupán szívó. Azt lehet rájönk, hogy végül úgy kellett volna játszani. Ja, hát akkor a 23-at azt viszont úgy kell játszani. 110-es AIN végig. Maximális büntetéssel kikapcsolni a rásegítéseket, mindent. Nem lenne nagy házi bajnokság, de... pontot a nulla pontot meg lenne mindenhol. Figyelj, a nulla pontokért felekednénk, az biztos. A helyezés számítana, hogy ki lenne a 18-19-20. Persze, mindenki. Aki több igen. Futamot be tud húzni, tudod, mert akkor már motorhibát is berakjuk, tudod. Hát. Hát meg akkor hozza, nem? Na ezért. Hát. A helyezéseket fölírjuk mindig, aztán úgy is lehet. Nem muszáj nekünk elölmenni. Perc. Az győz, akinek a legtöbb 18. helye van. Igen. Ha ne előrébb úgyse jutnánk. Nem. Igen. Bár hogyha van kieső, akkor lehet, hogy 17-et. Esélyes 17-et, 16-at is még megcsiphetjük. Na hát én még így egyszer se tudtam bevenni azt a kanyart, mert nincs valaki. Mindig elfékeztem. Ez
Csak úgy dobáltam fel a köveket itt a... Az igen, szép volt. Első szektorban nagyon ütős az idő. Az igen. Ez már ilyen űridő volt. Az Assetto most sokat mentem ezen a pályán. Azon gyakoroltam. Ugye szerintem pont időben jöttem be, most indulnak ki fel a mercik. Ugye most fognak kijelni minden. Okay, so far our fastest lap is a 120.3.
Próbálj. Nagyon szép időt mentél, Andi, egyébként. Jó lett volna csak. De amúgy is szép, szépet ment. De nem is azt, hanem hogy ment volna, és mikor odaért a sikához, ott volt előtte is. Borzasztó. Sőt, a kékje, de baszott rá, igen. Igen, reflektort kapcsolgatta, de hát semmi. De villogott a kék lámpa is neki, de hát szart rá. Az igány. Cserébe senki nem fog jobb kört menni most. De miért? Ő volt pedig. Hello, Hole! Szia, szia! Szia, Hole! Oké, meg vagyok. Nincs. Nézzek fentről lefele. De azt nézze, az a rög. Penalti. Hello, hello, itt vagyok. De miért én kapok megint ötöt? Na megállj, Bandi. Miért? Én 25-öt kaptam már. Bandi kapta a többet. Hát de én is kaptam, pedig ott voltam mellett, azt letolt az útról. Ajaj, Alonso van a nyomomba. Várj, gumim. És ő ment a leggyorsabb kört. Ennyi.
megérkeztünk. Szép volt, Bani. Szép volt, gratulál. Hát elvetted nagy fatártól. Végre először sikerült a sikám. Igen. Bandi begyújtott a rakétára. Uh-huh. Aha. Meg is. Köö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 
Holénak a kiírását. És igen, tehát én nekem a három átok volt kirakva a, az XY meg a B-re. Tehát mindenhol az Avada Kedavra volt kirakva. Nekem is én megérkeztem, Imperium, Avada Kedavra, és háromszor az Hello, szia. És nem genyáztunk. Azzal érkeztünk meg, csak mire az megkapod, addigra már hát ugye felén túl leszel a játéknak. Köszi, Tibi. Nem csináltam semmit. Úgy hát hogy elengedtél? Azért. Azt köszönöm. Szóltam én is neki. Hát gyorsabb hát, vagy. Kilökedted volna amúgy, Tibi. Ja. Meg az a baj, neked még nincs elég büntetése. Még azért a három szekkel még rám mehet. De simán rám vertek annyi. De egyébként érdekes, hogy ugyanazért a kanyarbevágásért a Bandinát adott is 10 szeket. 10-et, a Roynak csak 5-öt. 5-öt, nekem 3-at. Hm.
nektek az élet, úgy, mert itt timbe követtétek el ezt, ahogy hívják ott ezt az aljas dolgot. Nem, szerintem számít a pozíció. A levágás mérete számított, tipikatlan. Hát én ugyan ott vettem, ahol. Szép volt. Úgy gondoltam, annyit megér, hogy ne lökjenek ki. Hát én már mondom, direkt próbáltam nagy íbbe, hogy hívják holni. Na, esélytelen volt. Késő fékezés megadta a löketet, hogy hát akkor menjünk ott egyenesen. Azt hogy a viharba? Azt nem tudom. Azt írja, hogy 19 másod. Ja, bement. Ja, oké. Hát én azt láttam, hogy yellow flag, kerestem, hogy mi van. Ja, én is. Hát, hogy írt a bandit, hogy másodikre. De 18 másodperccel van előttem. De meg, hogy is 9-el volt, akkor. Igen. Akkor hogy lesz második? De a parabolikát kiegyenesítette. Igen. Szerintem ott volt valami igebasz. Rámentem a fűre. Jó, befűvezted a... Hát na, tudod, boldogan. Tudod, a boldogság hormon. Majd, hogy nem. Mert az a csokoládé. Amúgy, hogyha kimentek, akkor 5 másodpercet levesz. Igen. Aha, úgyhogy a Roynak lesz büntetése, de Tibinek nem. Ha megyünk kétszer. A legjobb az az, amikor gyakoroltuk az osztrák nagy díjat, és kaptam egy stop and go-t, egy 10 másodpercest, hogy meg kellett állni és akkor ott bohózkodni, meg 2 box utcát hajtást. A legtöbb bünti mennyi volt. Szerintem nekem leszették a 10-et. Ne. Csak 5-öt vett le. Banditól is 5-öt vett le. De akkor miért 10 másodpercig voltam bent? Hát mert 5 másodperc ugye a büntetés, és valószínűleg 5 másodpercbe kerülhetett nekik a kerékcsere is. Nem, mert 18 másodpercet voltam bent a boxba. Csak a, ahogy hívják, ne. Mert 2,2 volt a kerékcsere, és 18 volt az, míg ott számolt visszafele. Hát akkor van diét is te ülted le. Lehet baszki. Vagy az enyémet már hozzád dobnánk.
kicsúsztunk az ívről! Tényleg, ha Tibi nem cserél a gumit, hanem azzal a gumival megy be, ami most van, hány... Kizárják. Mennyi büntit kap? Kizárják. Kizárják? Azt hittem kap egy 10 szeket vagy valamit. Akkor mondtam volna neki, gyere nyugodtan. Hát úgy számoltam, hogy 10, 20, 5, tudod. Kurva jól tapad még egyébként. Simán végig lehetne vele csinálni. Hát, ilyen 13 kör, persze. Nekem nem vártak semmi gyerek. Meg is maradt a vinti. Legyen 9 és fél másodperccel verem a Alonzót. Ügyes. Bocs, most állt be az óra 22 másodperc. Ja, mert a box miatt. Igen. Most vette csend. Érdekes, hogy a tieteket már berakta rendes időben, az övékét még nem. Hát abba belefér a 3 szeg. Egy pár szó. Abba bőven. Egyszerre fogunk végezni a futammal. Ott is az utolsó kör jön. Az igen. Csak két futamot mentem. Ott is van bünti? Van. Már mindenki kapott kb. A levágásokért. Okay, this is your final lap.
Még egy tízes. Kizárták, bandit? Egyszer csak eltűnt a tabellára. Azt én nem tudom. Azt tudom, hogy belém száll, mint a kacsator. Megcsúszott. Nem egészen így fogalmaznék. Meglökted. Nem. Belém szállt, mint egy torpedó. Belém szállt. Értem. Meg akar torpedózni akkor. Sajnos beragadt a fékpedál, és nem tudtam már kormányozni sem, mert a kormány is beragadt. Amúgy meg nagyon mindegy volt, mert igazából visszaestem volna a tizenvalahányadik helyre kb. Mert annyi büntetésem volt. Úgyhogy tiszta vicc az egész. Mindenki szarért, meg büntet a játék. És Verstappen nyert. Mögötte a két McLaren. Szép volt, Tibi. Mert mi történt? Semmi. Itt is Max Verstappen lett a driver of the day. Nagyon jó. Megint piros ruhás jön. Hát ez te vagy. De tényleg, de már magamra se ismerek. Ja tényleg, azt én magamra se ismerek. Hey, fotő. Nagy fotel lett a harmadik? Aha. Tőlem 40 másodperccel lemaradva a király. Köszi Zoli. Azért azok ott van szépek nagyon ezek a, hogy hívjákok. Piros számok. Igen. És miért nem tudok lentebb menni? Enterezd le, és... Oké, és... Aha, diszkvalifikálták van. Ugye megültet a felész. Hát igen, ez a fake probléma, ez fake probléma. Na, Tibi 40 ponttal te lettél az első ebbe a haotikus futamokba. Ügyes. Most kivételesen végig tudtam lapozni. Ez is frankó volt. Tibi 40, én 38, Andris 25. Majd szépen beírosgatjuk a tabellába a dolgokat. Köszönöm szépen a játékot. Én is köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Úgy. Majd egyszer találkozunk ezzel a játékkal, most egyenlőre nem tudom mikor. Azért megpróbáljuk összehozni még ezt a pár futamot, ami még a végéig van. Majd még itt egyeztetések lesznek, úgyhogy mindenkinek további szép estét, jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok! Hello!